És a következő napirend sorában elnézést kérek Csuti Pétertől, hogy itt adógyi szakemberré sikerül lassan képeznünk. Átadnám a mikrofonzal helyet, vagy szeretném kérni, hogy fáradjon oda, hogy hallható legyen a felvételeknél is. Első körben én kérnék elnézést a késésemért, még a budapesti közlekedés farkas törvénye is van, hogy szoknom kell. 2 órakor elindultam az irodánkból, ehhez képest sikerült 2,5 órát megtennem a közúton. Bocsánat, csak egy közül tudok kapcsolnám. Tessék, csak annyiban vezetem, akkor addig fel a napi rendet, hogy a képviselőtestület előtt ez a GINOP pályázatról már beszéltem. Szóba került, ez a régi napközi épületünk lenne ennek a tárgya, ennek a pályázatnak, iskolával szemben épületigazgató úr is többször említette, hogy hát valamit már kellene kezdeni azzal az épülettel, és ilyen vidékfejlesztési program pályázatai, és ugye a Mária úttal is már régóta kapcsolatban van önkormányzatunk, hát így egyházi szálláshelyek révén mondhatom, hogy nem szűkölködünk a településen, de van rá eset, hogy jó lenne, hogyha még nagyobb és még több férőhely lenne a településen. Illetve hát van ez az épület, aminek igazából funkció nélküli, de valami funkciót jó lenne találni. És ez a GINOP pályázati lehetőség révén értesültünk róla, hogy településünk ugye a Mária út útvonalán fekszik. Igyekszünk itt is köszönjük azokat a projektfejlesztéseket, amelyek már megvalósultak a településen, az útmutató tábla, a tájékoztató tábla. Mária út révén sikerült a templom felújítását is turisztikai szempontból alátámasztani és indokoltá tenni, hiszen már 2009-ben is volt a Mária út egyesület. Most egy újabb fejlesztésre nyílik lehetőségünk egy pályázat révén, amit közeljövőben fognak írni. Szálláshely kialakítás az, amiről szó van. Itt ugye kicsit félve indultunk ebben a projektben, vagy gondolkodtam én is ebben, mert a Mária út egyesületnek érthető módon Csatka volt a búcsújáróhely és a kegykápolna révén az elsődleges szempontja, hogy ott fejlesztést megvalósítani. Csatkával úgy alakultak, hogy is a tárgyalások, hogy nem megalapozott, hogy ők egy ilyen nagy projektbe belemenjenek a legjobb tudomásom szerint, és így én pedig résztvéve egy különféle egyeztetéseken jeleztem, hogy Súr pedig komolyan gondolná ezt a projektet, és így jutottunk el most már odáig, hogy ahhoz, hogy a pályázat benyújtására sikeresek legyünk, döntéseket kellene hozni, és ezért kértem Pétert, vagy hát a Mária út egyesület részéről hozzáértő projektmenedzsmentet, hogy hát ne én adjak elő mindent, hanem így talán hitelesebb a tájékoztatás, hogyha a Mária út egyesület részéről is halljuk az információkat. Akkor ennyi felvezetés után átadnám a szót is. Rendben, köszönöm. Hát, akkor bemutatkozni gyorsan, én Csuti Péter vagyok, a Mária út közhasznú egyesület képviseletében a projektmenedzsment oldalról, ahogy polgármester úr említette, projektmenedzser vagyok az egyesületnél. Az idei évben egy, ahogy említette a polgármester, egy GINOP pályázaton belül egy 7.1.7-es számú pályázati lehetőségen belül a kulturális tematikus hálózatok fejlesztése című alpályázati rendszerben szeretnénk mi beadni projektet. És ehhez a projektünkhöz keresünk olyan önkormányzatokat, akik rendelkeznek olyan ingatlannal, amelyek vagy használaton kívül állnak, vagy felújítás után esetlegesen szálláshelyként funkcionálhatnak a Mária út mentén. Ugye, ahogy polgármester úr is említette, a Mária út áthalad Súr község területén, ezért is kerestük meg az önkormányzatot, hogy rendelkeznek-e ilyen ingatlannal, és miután igenlő választ kaptunk, elkezdtük a projekt előkészítését az önkormányzattal karöltve. Kaptunk helyrajzi számot, illetve alaprajzokat, illetve helyszín, a mostani állapotról képeket, és a projektnek a további előkészítéséhez pedig szükségünk van olyan dokumentumokra, amelyekhez a képviselőtestület hozzájárulása is szükséges. Ezeket a dokumentumokat én korábban átküldtem a polgármester úrnak, ha jól tudom, akkor beszéltek is ezekről, és talán meg is ismerték ezeket a dokumentumokat. Ezek egy haszonkölcsönszerződés, illetve az ehhez kapcsolódó mellékletek. Mivel a projektünk egy jól bevált rendszeren alapszik, ami úgy működik, hogy az adott önkormányzat haszonkölcsönszerződés keretében odaadja az egyesületünknek az ingatlant. Az egyesületünk megírja ehhez a pályázatot, majd lebonyolítja a beruházást, és a sikeres beruházás után pedig egy
adományozási szerződéssel visszaadjuk azt az önkormányzat részére. Természetesen ennek a projektnek is, mint mindegyiknek van kötelező fenntartási időszaka. Ennek a projektnek az esetében ez 5 évet jelent. Tehát a beruházás után 5 évig az ingatlan, az még az egyesületünk tulajdonában, vagy hát haszonkölcsön használatában maradna. Viszont üzemeltetési szerződéssel természetesen visszaadjuk az önkormányzat részére, tehát az üzemeltetés és a hozzátartozó bevételek, azok mind teljes egészében az önkormányzatra szállnak. Papíron marad, tehát haszonkölcsön keretében az egyesületünknél ez az ingatlan, és az 5 éves kötelező fenntartási időszak után pedig egy adományozási szerződéssel, majd egy franchise szerződéssel, ami ugye az üzemeltetés feltételeit rögzíti, ezzel visszaadnánk az ingatlant az önkormányzat tulajdonába teljes mértékben. Nagyjából így működne ez a projekt, és hát ennyi lenne, amit így gyors talpalóban el tudok róla mondani. Köszönöm szépen. De arról lenne igazán van egy szó, hogy van ez a Mária út, ami... Igen, ezzel nem, ez, lehet, hogy ezeket van a kezdenem, hogy a Mária utat nem tudom, hogy mennyire kell bemutatnom, hogy talán ismerik-e. Hát itt a szállásai sűrűséget akartam mondani, hogy itt benn vagyunk egy ilyen üres térben, de átadom akkor is. Igen, tehát a Mária útnak a magyarországi szakaszán viszonylag, ez a saját szállás az gyakorlatilag nincsen. Ennek a projektnek a keretei között szeretnénk kialakítani egy standard szállási rendszert, úgymond, ami 20 kilométerenként nyújtana szállás szolgáltatást az zarándokok részére az ország területén, és így célzottan keressük meg az önkormányzatokat természetesen ennek tükrében, ennek fényében. Köszönöm, mert ugye itt vagyunk is egy Zirc és egy Bodajki túra útvonal között, azon a 20 kilométer, az már több mint 20 kilométer, tehát itt van egy ilyen üresség, ahol ott csatka közelsége miatt lenne indokolt egy ilyen szálláshely. Zarándokokat szoktunk látni, hogy keresztül mennek a településen, még nincs az a nagy forgalom, azt kell azért, hogy mondjam, hogy ami ezt indokolná, de a kapacitás kihasználtságában, mondom, hogy létjogosultsága van egy ilyen fejlesztésnek. Elő van írva az is, hogy a projekt részéről, hogy mekkora férőhely számban gondolkodunk. 20. Így van, 25 fő az a minimális beruházási létszám, amiben tervezünk. Ennél csak nagyobb szálláshelyek, amik eddig befutottak hozzánk tervezésben, de az a 25 fő, amit mi célzunk, hogy annak az elszállásolására alkalmasnak kell lennie egy-egy ilyen szálláshelynek. Viszont tehát így ez azért is jó, hogy évek tapasztalata során azt is látom, hogy ha evangélikus egyházközség szálláshelyére is, vagy akár a Békesség szigetére is, éppen most is van egy ilyen csoport, akit sajnos nem tudunk elszállásolni, egy budapesti iskola jött volna nyári táborra a településre, még nincs lefúrva, de úgy érzem, hogy ez sem nem fog működni. 35 fővel jönnének, plusz egy-két nevelő tanárral, tehát közel 40 fővel. Békesség szigetén sajnos, vagy nem sajnos, örülünk is neki, hogy teltház van, nem tudnak itt találni. Az evangélikus gyülekezeti házban pedig 16 férőhely, még hogyha ott matracozunk is, de akkor is csak 2 zuhanyzó van, fiúk, lányok, van 3 WC, nem alkalmas erre, gondolkodtak, hogy lehoznak egy zuhanykonténert, és akkor majd abba, de annak olyan magas költsége van, hogy Pestről ide, meg minden, hogy ez meg lehetetlenné teszi a tábornak a díját. Tehát úgy gondolom, hogy ez abba pont jó a történet számomra, hogy egy 25 fős, van egy evangélikus 20 fős, külön-külön ez is, az is, vagy akár a kettő összerakva, de szerencsére a Békesség-szigetén is elő szokott az is gyakran fordulni, hogy ott is jó lenne egy kis rásegítés, hogyha még egy kis 20-25 fős férőhely lenne, közben a napi turisták, ami a közfoglalkoztatás szempontjából is ez a fejlesztés adna lehetőséget. És nem csak szálláshelyről szólna, hanem mellette azért lenne egy olyan közösségi helyiség is az elgondolás szerint, a projekt elgondolás szerint, hogy ott egy étkező, meg egyéb ilyen dolgok, ami azért a lakosság számára is, mint klubhelyiség használható lenne. Ugye első körben a személy szerint én a képviselőtestületnek még januárban a sportöltözőt javasoltam, hogy ott egy emelet ráépítés, és akkor úgy viszont tervezők megnézték a helyszínt, és azt mondták, hogy hát annak dózer kellene felújítás. És így jött egy második gondolatként, hogy ebből a projektből azért jó lenne nem kimaradni, meg hát eleve ez a 25 fős férőhely abban a kis sportöltöző emeletében, meg amiket itt előírnak, ugye, hogy vizes blokk, meg egyéb egy ilyen szálláshelynél, az ott nem
megvalósítható, viszont a napközi épülete szakember által, ugye említettem a nevét, nem is tudom, a cégnek, a Pék László, ahol dolgozik, ifjabb Pék László tervező irodánál, őket kértem fel erre, valami kőfalat Kft. Részéről kaptunk ajánlatot a felújításra, a terv dokumentáció elkészítésére 600, bruttó 689.610 forint összegben, ami teljes gépészeti, villamos, közlekedési tervfejezeteket is tartalmazza ez az ajánlat. Tehát a tervező elmondása szerint az épület állaga, annak a jelenlegi állapota az igencsak alkalmas ennek a projektnek a megvalósítására. Tehát ezért én bátran merem mondani a képviselőtestületnek, hogy vágjunk bele ebbe a fejlesztésbe. Maga a tervezési anyagnak az elkészítése az önkormányzati forrás terhére történne meg. Legjobb tudomásom szerint a pályázatban nem elszámolható, tehát ennyit hozzá kell tennünk a projekthez önerőt, viszont vannak olyan információim, hogy elképzelhető, hogy 0%-os önerővel, tehát 100%-os támogatási intenzitással kerül kiírásra ez a pályázat, de ha még 10-zel, talán még az is elfogadható számunkra, hogy abba menjünk, de hát nyilván az lenne, hogy úgy, ha ez nulla lenne, és hogyha így nézzük ezt durván 25-30 milliós felújítást, tehát ahhoz kellene egy 3 milliót hozzátenni, vagy semmit, vagy ezt csak ugye magát a projektet, akkor ez az, ami talán még vállalható a képviselőtestület az önkormányzat részéről, hogy egy ekkora mértékű beruházást meg tudnánk így valósítani. Talán Péter vett levegőt is, hogy valamibe hozzászólt volna. Nem, ennyit tudtam megerősíteni, csak polgármester úrnak az információit, tehát abban bízunk, hogy 100%-os intenzitású lesz ez a pályázat. Maga a kiírás még nem született, meg június-július környékére várjuk a pályázatnak a kiírását, eddigre szeretnénk összeállítani a teljes dokumentációt, hogy csak benyújtanunk kelljen. Illetve természetesen minél előbb, annál jobb, tehát minél előbb érkezik egy adott önkormányzatról a teljes anyag, annál kedvezőbb helyzetben van az önkormányzat, hiszen az ő anyaga már készen várja a kiírást, őt biztosan be tudjuk adni. Van bőségesen időnk a esetleges hiánypótlásokra, ellenőrzésekre. Én támogatnám, hogy induljunk a Mária út egyesülettel. Azért ez egy több megyét, több régiót, több országot összefogó projekt, de most ha csak Magyarországot mondjuk, mert azért ugye határon túl nem fog a projekt támogatásban részesülni. Maga a projekt nem így van, de a Mária út azért 8 országot mégiscsak magában foglal, vagy felől el, úgymond. Ez egy ország határokon is túlnyúló. Itt a helyi, úgymond lobbyra akartam kitérni, tehát itt Bencsik János országgyűlési képviselő úr nagy tagja is, és elnökségi tagja az egyesületnek, ha jól tudom, és nagy támogatója. Völner úr is pozitívan áll a projekthez, Popovics megyei elnök úr is. Bertan Üt képviselő asszonya még ezügyben nem találkoztam, és még ilyen Mária utas fórumon ő még nem vett részt, de úgy gondolom, hogy ő sem ennek az ellenzője. De ha megnézem, tehát, hogy itt az ország több részén egy nagy projekt valósulna meg, ami élvez egy politikai támogatást is a döntéshozatal során, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó eséllyel induló projekt, és ebbe bekapcsolódva nagyobb eséllyel tudunk részt venni, mint akár egy VP-s pályázatban. Bár a VP-s pályázatnál is én jó esélyeket érzek a levegőben, viszont hogyha ezzel az épülettel egy VP-s pályázatba megyünk, vidékfejlesztési programpályázat, tehát egy külső felújításban, vagy akár valami funkciót találva az épületnek, akkor nem tudunk indulni egy másikban, pedig lenne másikban is lehetőségünk. Én az orvosi rendelő épületét gondolnám, hogy ott is már egy hőszigetelés, nyílászáró, cserepadlásfödém, megújuló energia elfeljezése, tehát napfakorrektor elhelyezése megtörténhetne. Ez mind a VP-t támogatott, tehát hogyha most a VP-t előjük erre a projektre, akkor nem marad az orvosi rendelőre, így megosztva Gino projekttel is tudunk indulni, meg a VP-vel is megvan lehetőségünk, már csak erőnk legyen, hogy mindezt meg tudjuk tenni, de lehet, hogy majd ezt időben ütemezve, ahogy majd támogatások születnek, ezekről a projektekről azt úgy tudjuk meghozni. Illetve a VP ugye eleve kizárja a szállásai funkciót. Igen. Akkor nem szállásai lenne, hanem hát ugye ez egy funkción kívül épület, ezzel már régóta
gondolkodunk, hogy mit is kezdjünk ezzel. Mit is kezdjünk ezzel, tehát volt egy ilyen közösségi hely elgondolásunk is, de attól, hogy szálláshelyet fogunk itt létrehozni, abban a nagy épületben, ahol egyébként lakás volt, meg minden, tehát attól el lehet még a szálláshelyet úgy helyezni, hogy mellette legyen közösségi funkció is. Tehát olyan nagy nem kell, mint a művelődési ház, mert a művelődési házunk, tehát akkora van, az lenne, hogy inkább tornatermünk lenne, és ugye az megmaradna úgymond nagynak, hanem amikor éppen nincs szükség arra, hogy egy ilyen nagy művelődési házban legyünk, hanem csak egy kisebb foglalkozás, egy nyugdíjas klub, egy ifi klub, vagy valami kisebb, szűkebb összejövetel, ahol arra a célra, akár egy előadás, egy képzési, vagy bármilyen célra, ez az épület mellett még, hogy szálláshely funkciója is van, használható lennem. Hát azt hiszem, nagyjából, hogy elmondtam meg Péter István mindent, kérdezném a képviselőket, hogy van-e kérdés, vélemény és hozzászólás itt az elhangzottakkal kapcsolatban. Ha nincs, akkor amiről dönteni kellene, kiküldésre kerültek ezek is még januárban, meg talán most legutóbb is elküldtem, hogy meg legyen emlékeztető az információkat, az anyagok. Ez a haszonkölcsön szerződés, amit el kéne fogadni a testületnek, vagy szavaslom elfogadásra. És hát a tervezői megbízás, amiben a javaslom, még erre visszatérve, kértem más tervezőtől is anyagot, ott egy ökölszámú négyzetméter áras ajánlatot kaptam egy veszprémi tervezőirodától. Őket egyébként a Mária út Egyesület ajánlotta, mert kértem, hogy ha már a Mária út Egyesület már tervez ilyen projekteket valahol, akkor egységes koncepcióban gondolkodva menjünk. Igen, itt van, és megkaptam az ajánlatát Márton Anna Máriától, aki felmérési rajzra 175 ezer plusz áfát, az magára az egyszintes épületre 560 ezer forint plusz áfát javasolt, és ez nem tartalmazza a gépészeti fejezeteket, mert azok külön 250 és 300 ezer forint között van a statikus, gépész, villamos, tűzvédelmi tervező, tehát hogyha ezeket nem is kell összeadni, mert 175 meg 560 meg sokszor 300, egyértelműen több, mint a 689.610 bruttóban, ezért én javasolnám, hogy a Kőfalat Kft-t bízzuk meg ennek a tervdokumentációnak az elkészítésével. Szükségesnek tartanám most ahhoz, hogy mire kiírásra kerül ez a pályázat, amit már szó volt arról, hogy április lesz, aztán most tolód júniusra, de valamikor most már csak kiírásra kerül, hogy addigra felkészültek legyünk, hiszen összeállítani egy tervdokumentációt azért az nem rövid időszak, meg még majd engedélyek is kellenek a pályázat benyújtásához. Valószínűleg lehet, hogy elég, hogy csak benyújtása van, de mire már van nyert, tehát nem tudjuk ezt megúszni. Azt pedig én kockázatosnak tartom, hogy egy ilyen hasraütött költségvetéssel menjünk a projekten, mert hogyha véletlenül itt alálövünk, akkor bizony bele kell nyúlni a zsebünkbe, hogy meg is valósítsuk azt a projektet, azt meg szeretném elkerülni, tehát én azt javasolnám, hogy egy kivitelezési tervdokumentáció szintjén álljon össze ez a projekt, mert akkor tudunk nyugodtak lenni afelől, hogy jól mondjuk meg a projekt méretet, hogy jó összegre pályázunk, és abból ez megvalósítható. A félkész beruházás lenne a legrosszabb, ha azt tennénk, mert az nem is tud működni, és az a befejezésére, az önerőre nincs lehetőségünk, tehát inkább egy nagyobb projektre lőjünk, mert annak a 10% az mégiscsak kevesebb, ha 10% lesz, és nem 100 az önerő mérték. Jó, tehát ez lenne a határozati javaslatom, hogy a haszonkölcsönszerződés, franchise szerződés elfogadása és a Kőfalat Kft. Megbízása. Aki egyetért ezekkel is elfogadja, kérem el ezzel kész felemelésével. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag került elfogadásra. Ez lehet, hogy majd három külön határozat szám lesz, de ezt majd egy összön megírja úgy, hogy jó legyen. Köszönöm szépen akkor Péternek a részvételt, hogy eljött és itt segített bennünket a döntéshozatalban. Én is örülök, hogy egy újabb településen gazdagodott lehet. Köszönöm. Hamarosan küldeni fogom akkor ezeket az adatokat. Innentől kezdve, hogy már felhatalmazás is megvan erre. Köszönöm szépen.